Ez a mai videó a halfogyasztás jelentőségéről, illetve a halakban lévő higanyról fog szólni. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ha azt akarja valaki elérni, hogy az emberek kevesebb halat egyenek, csak el kell terjesztenie a médiában, hogy tele vannak higannyal, és már is az emberek kevesebb halat fognak fogyasztani. A tömegmédiában elhangzó információk több mint 90%-a mindig valakinek az érdekeit szolgálja, csak úgy hírek nem jelennek meg, hogy az embereket bármiről is jó szándékkal tájékoztassák. Ez a helyzet a halakkal, a halételekkel kapcsolatban is. A hal az emberi szervezet számára az egyik legegészségesebb táplálék, mivel jól hasznosuló fehérjét tartalmaz, kitűnő zsírforrás, tehát a szénhidrátok helyett egy sokkal jobb energiaforrás, tele van gyulladáscsökkentő vegyületekkel, például az omega-3 és a D-vitamin, tele vannak zsírban oldódó vitaminokkal, és sorolhatnánk még tovább. Igen, van egyes tengeri halakban higany, de nézzük csak meg az egészet egy távolabbi nézőpontból, hogy hogyan is fest ez a kép. Először is azt a mitoszt romboljuk le, hogy a hal, mondjuk a tonhal vagy a lazac egy rosszabb húsforrás, például a marha vagy a tyúkhoz képest, mondjuk azért, mert van bennük némi higany. Most lehet, hogy a halakban ott van egy kevés higany, de a marha és a szárnyas húsokban, ha tömegtermelésből jönnek, ott vannak a hormonok, esetleg a vegyszeres takarmányt kaptak a vegyszerek is. Az emlősök húsa, így a marha és a disznóhús is tartalmaz egy Neo5GC nevű savas cukorfélét, ami potenciális gyulladás forrás a szervezetünkben, pláne ha áteresztő bélszindrómánk is van, és ez függetlenül attól, hogy bio vagy nem bio, benne van a húsukban. Addig, amíg egyes halakat lehet nyers, füstölt formában is fogyasztani, tehát sokkal több hasznos tápanyagot vihetünk így be velük, mivel ugye nincsenek ezáltal erős hőnek kitéve, addig a disznó vagy a szárnyas húsok csak erős hőnek való kitétel után alkalmasak a fogyasztásra a legtöbb esetben, így ugye veszítenek valamennyit tápértékükből. Tehát ha problémát keresünk az ételekben, egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy a halak esetén több a probléma, mint a szárazföldi állatoknál. Nézzük most akkor a tápértéket. A tonhal például, mint az egyik legjobb tengeri hal, száraz tömegre vetítve 82-85%-ban fehérje, amelynek a fele eszenciális aminosav, azaz egy nagyon koncentrált, eszenciális aminosav forrás. Ez azt jelenti, hogy ha tömegre ugyanannyi marha, disznó vagy szárnyas húst fogyasztunk, mint mondjuk halat, a halakból, pláne a tonhalból, a lazacból, a szardíniából lényegesen több tápanyaghoz jut a szervezetünk, arról nem is beszélve, hogy a halakban lévő fehérjéket a testünk sokkal könnyebben tudja hasznosítani, könnyebben tudjuk őket emészteni. Ha olyan tengeri halat eszünk, amelyben ott vannak a csontok és a hal bőre is, például szardíniát vagy szardellát, rengeteg természetes D-vitamint és kálciumot is be tudunk vinni. A tonhalnak például az a másik nagy előnye, hogy a húsa is tele van D-vitaminnal, 80 g tonhalhúsban kb. 270 nemzetközi egységnyi természetes D-vitamin található, tehát ami nagyon könnyen és azonnal rendelkezésre áll a szervezetünk számára, ne is hasonlítsuk össze a D-vitamin kapszulával. A tengeri halak tele vannak szelénnel, például 80 g tonhalhús a napi átlagos szelén szükségletünk 200%-át tartalmazza, és ez is biológiailag aktív, tehát nem szintetikus szelén. A higany méregtelenítését a testünkben a szelén végzi, egymilliószor erősebben kapcsolódik a higany a szelénhez, mint a következő anyaghoz, a foszforhoz, és a tengeri halak 90%-ában bőven áll rendelkezésre elegendő szelén a bennük lévő higany semlegesítéséhez, illetve a végeredményben az eltávolításához. Itt látható most egy kutatás, az oldal hivatkozása megtalálható a videó leírásában, a különböző halak higany koncentrációját mutatja, egy több mint 20 éven át folytatott méréseken alapuló vizsgálat során. A tonhal, a szardínia, a szardella, a lazac, a makréla és sok más hal higany tartalma messze elmarad attól a higany mennyiségtől, amit a testünk már nem tudna biztonságosan lekezelni, ez kb. 1 ppm-nek megfelelő koncentráció, vagy ugye több, és mivel rengeteg szelén is van ezekben a halakban, gyakorlatilag alig van esélye annak, hogy
problémát jelentsen a bennük lévő higanya szervezetünk számára. Hogy jobban megértsük, amikor beviszünk valamilyen étellel higanyt a szervezetünkbe, a higany eljut a májba, ahol két dolog történik vele, vagy az epesavon keresztül kiáramlik a belegbe, ahol vagy távozik a széklettel, vagy újra felszívódik, a másik útja pedig a májból a vérkeringésbe, tehát a vérbe vezet. Ha bejut a vérkeringésbe a higany, eljut a veséghez, ahol átalakul egy nem toxikus, egy nem veszélyes formát vesz fel, azaz semlegesítődik. Mindaddig, ameddig a veséink le tudják kezelni a higany mennyiséget, nem jelentkezik semmiféle probléma a szervezetünkben, tehát igazából két esetben lehet csak gond a halakkal bevitt higannyal, ha nagyon le van gyengülve a májunk, vagy a veséink. Én majdnem napi szinten fogyasztok halakat, lazacot, szardinyát, makrélát, vagy tonhalat, néha más halféléket is eszem, és amikor csak tudok, olyat vásárolok, amelyet nem hálóval fogtak, hanem hagyományos módon, pecabottal. Ezeket a termékeket kisebb családi vállalkozások állítják elő, gyakran ugye üvegben vannak, tehát nem fém konzervben, és az esetükben sokkal kisebb a higannyal való szennyeződésnek az esélye is. A jó minőségű halak, ha olajat is tartalmaznak, akkor általában olívaolajban vannak, tehát nem napraforgó vagy mondjuk repceolajban. Napraforgó és repceolajat a tengert kizsigerelő, hatalmas hálókkal halászó profitéhes nagyvállalatok használnak. Ezért is teszik ugye silány minőségű, olcsó olajba a halat. A halfogyasztás egyik legfőbb előnye kétségkívül az omega-3 zsírsavak pótlása, melyek a D-vitaminnal együtt testünk legfontosabb gyulladáscsökkentő vegyületei, így a gyulladások csökkentésén keresztül a betegségek megelőzésének és kezelésének legfontosabb tápanyagai. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a haléterekről, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!